Sziasztok, én Csajszilvas vagyok, és itt is lennénk egy új videóban. És ebben most meg fogjuk mutatni, hogy hogyan működik a bandikam. Most pont azzal veszek fel ugye videót. Szóval, itt lehet elindítani a videót, amikor ki van írva, hogy rátsz. És igazából itt lehet leállítani, ez a négyszöges cuccnál. Itt lehet megállítani. Pontosabban itt lehet leállítani, itt meg az egészet befejezni. Szóval, itt lehet beállítani, hogy mennyire nagy legyen. Itt téllap képernyő, meg ilyenek, első kijelző, második kijelző, egér körüli terület, meg ilyenek. Itt az, hogy játékfelvételi mód, HDMI. Itt az, hogy legyen az egér körül ilyen olyan cucc. És akkor itt olyan, hogy egér kurzor, bal klik színe, jobb klik színe, meg ilyenek, kiemelés színe, meg ilyenek. Én most ezeket nem szoktam használni. Itt be lehet azt állítani, hogy a hang az milyen legyen. Hangerő, mikrofonnak, és itt be lehet állítani, hogy USB, vagy ilyenek. Itt a hangszórók, ez másodlagos eszköznek van itt, és akkor ez az elsődleges hangeszköz, ugye a mikrofon. A másodlagos hangeszköz, az nekem hangszóróra van állítva, USB-re. Két hangkeverése, lenyomás, és akkor a beszéd, vagy lenyomás, a némítás, meg ilyenek. Jó, akkor ezt beállítottam most, hogy 100%-ra legyen, igen. Szóval, na most kipipáltam ezt? Igen, jó. Szóval, itt lesz lehet, hogy a facecam, meg ilyene. Ezt én nem szoktam használni. Mert nem szeretem. Ez kérje, hogy mennyi idő van. Hát, hogyha a bandikam prót veszitek meg, azért fizetni kell, de hogyha a próbát, akkor 10 percet lehet. És hogyha a prót veszitek meg, akkor majd nem tudom. De YouTube-on is be kell ahhoz állítani azt, hogy az legyen. És most mondjuk, elindítottam ugye ezt a videót. Bármit lehet vele csinálni. A Start Table-től kezdve minden. Lehet vele csinálni. És igazából több mindent, hogy mit csinálsz vele. Hát, bocsi, hogy ilyen lett ez a videó, de pontosabban, hogy ilyen rövid lett ez a videó. De hát ennyit kell tudni nagyjából a bandikamról. És igazából annyi, hogy ha feltöltesz, akkor meg ki kell válaszolni az egyiket, az kész. Most nem mutatom meg, hogy kell feltölteni, mert azt már úgy is tudjátok, mert olyan könnyű, hogy ez valami rettenet. Szóval ennyi is lett volna ez a videó. Sziasztok, lovaim! És ez volt a bandikam bemutató. Sziasztok, lovaim!